Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lendvai Ildik az MSP volt elnöke, és itt van velem Kovács András, az Origo főmunkatása a Csokorom, szép jó reggelt van. kívánunk. Mm -hmm. Mit szól -e ez a nagy hajrához? Kinek a hajrájához? Hát a pártok azok megkezdték a kampányt, csak az MSP úgy tűnik, mintha lemaradna. Nem, a milyen kis Hagyják, hogy mindenki döntött. fusson pár kört, aztán utána ők is elindulnak? Vagy a, legalább legyen? kifáradnak addigra. De nem, ne, nem, csak viccelek természetesen. Most szombaton, tehát öt nap múlva van a nagy program bemutató nagy gyűlésünk, ami után a programot ismertető országjárás van, kampány, van már a kampányunknak Ilyen nyugatias megfogalmazással vezető arca, mondjuk így a MISZ program, vagy a MISZ MSP Kunhalmi Ági személyében. És utána a szombaton egy sajtótájékoztatón bejelentik, hogy mindent, amit idáig mondtak, az nem is volt, ez egy félrevezetés? Nem, szombaton azt jelentjük be, hogy tessék megnézni, így foglaltuk össze mindazt, amit eddig mondtunk, az oktatás rendbehozásáért, az egészségügy rendbehozásáért. Miért mondták le a kongresszust? Imádnak kongresszusost játszani. A közönség nem szokta annyira imádni, nem teljesen lemondtuk, hanem eleve egy ilyen két részre osztott kongresszus lett volna először a program ismertetésével, és utána később meg a személyi ügyek rendezésével. Abban maradtunk, hogy most a program ismertetéséhez nem kell kongresszus, mert akkor volna ennek értelme, ha már a körzetek személyi megegyezéséről is tudnánk tájékoztatást adni, de ezt az ajtót nyitva hagytuk, hát ha még a többi párt is átgondolja. Csak a húzat el ne vigye, és Annis, is kérdezzél te. Nem, nem, csak nem érzi a lemaradást annak fényében, hogy az LMP már döntött az országos listájáról, meg is, meg is ismerte a nagy közönség is a neveket. Önök a szakértőjük nél... is van. Igen, pontosan. Az LMP ezzel azt kell mondanom minden barátságom és respektusom ellenére, hogy arról döntött, hogy nem fog kormányozni. Külön listán egyedül az LMP a mostani 7%-ával nehezen jut el odáig, hogy többséget szerezzen. Noha én nem vagyok érdekelt a gyengülésükbe, sőt, hiszen egy kormányváltó tábor fontos részei ők is. Azt hiszem, hogy ennyire lezárták, hogy mindenkitől külön indulnak, hogy se körzetekbe, se listában nem egyezkednek, ezzel a maguk szempontjából nem jó lépést követtek el. Fontos a gyorsaság, de az is fontos, hogy milyen irányba indul elszaladva az ember. De hát ők azt mondják, hogy a de a így így pártját nem mond is? Nem tudom, mit akarták kérdezni. Hát, de... hogy nem, nem, ők arra hivatkoznak, hogy a kongresszuson a tagok így döntöttek, hogy nem hát a, kong együttműködni. a kongresszusra ezt a javaslatot terjesztették be. Léteznek közvéleménykutatások a különböző pártok szavazótáborából, és abból az jön ki, hogy az LMP szavazótáborának is egy jelentős része együttműködést akar, mert kormányon szeretné látni a kitűnő politikai. politikusait. ne bocsátkozunk ismétlésekben, mert drága az idő, tehát. Kik azok, akik ezen a nyitott ajtón még a szél befújja önökhöz, vagy lehet, hogy csak kifelé szív a szél? Nem, kifele nem sívasél. A, a vákumra gondol. Egy biztos, a demokratikus koalícióval minimum a körzetekbe lesz megegyezés. Mi szeretnénk, ha a lista is közös lenne, majd egy mondatot Együtt mondok, hogy beszél. ez miért fontos. Az együttel a párbeszéddel a körzetekben szintén biztos, hogy lesz megegyezés, de megint, noha azt mondta, a ne ismételjek, is azt a fél mondatot teszem hozzá, hogy de remélem, hogy közös lista is lesz, hasonlóan a liberálisokkal. De a liberálisok az egyetlen párt napjainkban, aki lehet, hogy nem is a parlamentbe igyekszik, hanem társadalmi problémákról beszélnek, eutanázia, drog, tehát ők igazi pártmunkát végeznek, dicsérje már meg őket. Jól tessék, minden pártot szívesen megdicsérek, így szombattól a magamét is, aki a tartalmi programot. Sokáig kellett várni, kilenc hónapig vizet daráltak, ha jól emlékszem. Nem vizet daráltunk, kínlódtunk az egyetműködés különböző formáival. Volt egy leköszönt miniszterelnök jelöltünk, ez azért, ez azért, na, ez azért, nem pont így van, ez azért nem egy kiintazás ja, A az Inkább az volt, ha ebbe bele akarunk menni, hogy Botkalászlónak is volt egy terve a most reálisnál még szélesebb együttműködésre az lmp t is szerette volna belevonni. Ez nem sikerült, és ezért ez a terv legnagyobb sajnálatomra kudarcot Ki van való, még a ilyen széles együttműködésről álmodik, mondjuk a Momentumról? Én szívesen álmodnék, hiszen az volna jó, ha minden demokratikus párt együtt tudna működni, de hát azért tudomásul kellett vennem, hogy ők fiatal emberek, ami üdvözítő dolog, és úgy gondolják, hogy még van idejük. Tehát nem van remény arra, arra, hogy a hasadó 18. Jobbik a Jobbik ketté fog hamarosan válni. A lesz szondja, neki egy meséljel. baloldali szárnya, lesz neki egy még szélsőségesebb szárnya. Nehéz korán reggel beszélni, főleg, ha a Jobbikról van szó. E, így aztán... Adom is önöknek, hogy beszélgessenek a jobbikról. E, azt, hogy a jobbik úgy szakadnak ketté, hogy volna egy baloldali szárnya, ezt tagadom. Baloldali párt nem lehet rasszista, nem lehet megkülönböztető nem lehet a szociálpolitikájában bizonyos rétegeket, csoportokat, mondjuk a cigányságot kirekesztő. A jobbik ketté szakadhat, ha éppen erre gondol, én azért még ilyen előre haladottnak ezt nem látom, de kétségkívül van a jobbikban olyan irányzat, amit volna képvisel, ami ilyen, bocsánat, a szójé cukipofát vágna, tehát visszanyesegetné a legdurvább és a nyitogatóbb megszólalásait, de szegénynek nagy pehe van, mert amint ő mond egy bocsánatkérés, másnap mond egy elvadult szörnyű valamelyik jobbikos. Legutóbb épp a nyugdíjas tagozatok egyik vezetője, hát hozta volna vissza a zsidó törvényeket, mondván, hogy zsidók nevehessenek de részt a közéletben. Ő már hát gondolom, a jobbik kettőbe fog. Ez az az erősen ráadni. valószínű, ahogy látom, Morvai Krisztina is valószínűleg. Én azért azt hiszem, de nem vagyok a jobbik, de azt mondták, hogy független, de kiderült, hogy eredetileg ő is a Jobbik tagja volt, és nem ebbe a pártba iratkozott be, akkor mondott a legutoljára. Minden esetre a Jobbik nézeteit valló politikai csoportnak volt a része, és ebben a csoportban tényleg vannak, akiknek még az a cukisodás is sok, amit a pártelnök csinál, nekem meg nagyon kevés. Én még visszatérnék akkor a programra. Mennyire lesz ennek a programnak része a fizessenek a gazdagok? Vagy ezt most már háttérbe szorítják? Tartalmi, nem ezt a terminust használjuk, mert túl sokat kellett magyarázni, ez kiderült, de ami mögötte van, azt használjuk. Tehát a több kulcsos adót elsősorban, ahol hát nyilván több közösségi terhet vállal, aki jobban keres, használjuk emellett a az egyéb, tehát a szegényeket, kicsit a, a középes, közelebb vívő programelemeket is, a közmunkásbér emelését, a minimálbér emelését, tehát azt, ami a szegények valamelyes, hát nyilván a gazdasági realitásokat figyelembe vevő emelkedését szolgálja, még viszont felül a nagyobb tehervállalást azt használjuk. A cím egyébként, amiben talán egy szebb megfogalmazással ott van az a gondolat is, hogy legyen arányos teherviselés, az, hogy teremtsünk igazságot, tegyünk igazságot. Ez Kis nagyon jó, jó, de mégis miért nem hívják meg a párt korábbi vezetőit, hogy adjanak tanácsokat? A minap nálunk járt Kovács László, volt európai biztos, volt külügyminiszter, és nem sorol még a többi pártelnök feladatait, amiket nagyon szépen betöltött, és azt mondta, hogy ő ugyan mindenkinek felajánlotta, de hát egy telefon annyit ez nagyon rossz. Én, nekem nem lehet ilyen panaszom, ez nyilván véletlenszerű. E, e, minket meghívtak minden elnökségi ülésre mostanában, és Kovács László is meghívottja minden választmányi ülésnek, például a programvitának is. Azt hiszem viszont abban igaza van, hogy az ő külpolitikai, hát, vitathatatlan jártasságát jobban föl kéne használni, többek között a médiában, a kommunikációban is, az remek és örülök, hogy hát nagyon furcsán kommunikálnak, már, már, már az egyszerű néző és hallgató azt is, azt is hiheti, hogy lassan megszűnik az MSP. Maga egy egyszerű néző? Én egy nagyon egyszerű vagyok, hát annyi vita van. <laughs> Látom arcukat, aki mm. egy nagyon kedves hölgy. Láttam őt egy másik televízióban, annyira fölidegesítette magát, hogy agódtam az egészségéért. Ha Kunhalmi Ágira igen. gondol, szerintem nem fölidegesített. Idegességre van ok, nem fölidegesítette magát, hanem szenvedélyes volt. Szenvedélyes, de... igen, de ez már problémát jelenthet, hisz hogy ha már ő is ennyire szenvedélyes, és ez sem segít, akkor mi segíthet önökön a messiás? Azt még nem tudhatjuk, hogy segíte vagy nem. Annak a műsornak, amiről beszélünk, amiben Kuhalmi Ági éppen azt fejtette ki, hogy miért volna előnyös a széles együttműködés egy közös listán, annak nagyon nagy tetszési indexe volt, ha most Ági a kampányarcaként megpróbálja megértetni a választókkal, hogy nem valami mániával beszélünk az együttműködésről, hanem ez az, ami a legtöbb demokratikus szavazatot hozza, akkor én csak azt mondom, hogy azt hogy hat szem között vagyunk, le is veszem a szemüveget. Ön már elmúlt 18. Éves. De hogy is most már. Senki maga, még maga még mindig hisz a lánymeségben, maga még mindig hisz abban, hogy együttműködés lesz és hogy nyerni fognak. Nem azt mondom, hogy most erre jelentős fogadásokat kötnék, de az esélyét nem zárnám ki. Elég sok olyan, Mit kell ahhoz tenniük, elég hogy sok olyan választást láttam már, ahol utolsó hónapokban fordultak a dolgok. Hittük-e volna a német választás előtt, hogy még mindig nem alakul kormány például, aminek nem is örülök, aminek egyáltalán nem is örülök. Arról majd következő vendégünkkel beszélünk, hisz erősödött a... El a kenyerét. É... Ő jobban ért az A be. szélső jobboldali párt, tegnap volt nekik is egy kongresszusok, Látszik, hogy ez a módi napjainkban úgy baloldalon, mint szélső jobb oldalon kongresszusokat tartani. Még maradt egy mondatra időnk. Ki lesz a miniszterelnök jelöltjük? Vagy csak listavezető. Azt van. megígérem, hogy vagy amint... A, vagy, a, vagy, vagy a párt arca lesz a miniszterelnök jelöl? Nem. Amint megbolondulok, rögtön először magának meg, és maguknak fogom elmondani a belső titkokat. De miért kell ahhoz, Ez ahhoz még megbolondulni? Hát, Mondja van, azt, hogy még nem döntötték el. Úgy se hiszem el. Na látja, hát akkor miért mondanék ilyet? Maradjunk annyiban, hogy... Én abban bízom, hogy a következő évet már úgy kezdjük el, hogy erről boldogan beszélgethetünk, anélkül, hogy jobban megbolondulnék, mint most. Szerintem állapota kiváló, most és szerintem. nem is értem, hogy miért nincs rajta ezen a titkos listán. Milyen Azért, titkos mert. Listán? Hát, amit felosztottak, ugye a DK-val, amit utána azt mondták, hogy igen, nem, még Nem, hát ebben még nincs megállapodás, nyilván közel állunk. Szám ha a ha ezért... akkor hajlandó elvállalni egy kadenciát? Nem, 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 Én azt hiszem, hogy rosszat tennék ezzel nem, hát magamnak az egyetem. De. de a közéletnek is. Én úgy gondolom, hogy muszáj volna minél több új arcot, fiatalokat is bevinni a politikába. Ez szörnyű, hogy a politika nálunk a Tehát, aki nem akar megöregedni, az, az meg Tehát nem értem. Uh -huh. Uh -huh. Akkor mondjuk, hogy van még fiatalabbakat, akik még több idő múlva lesznek, 18 csak mint én. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre hát kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Lendvai Ildikót látták, hallották, ma is, mint minden reggel optimistán, és bízunk benne, hogy amikor legközelebb pár nap múlva jön, akkor sikerül kiszedni belőle valami nagy titkot, ha bár tudják, ez, <laughs> nem, egyszerű. Rajta. ez nem egyszerű nála. És akkor most érkezik Szent Iványi István a liberálisoktól. Előzetesek, és jövünk vissza, velünk!